Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Madarasi Táncsics körút sarkán, Molnár Párral, a Városgondnokság vezetőjével beszélgetünk, hiszen javában zajlanak itt is a járdaépítési munkálatok. Épp az előbb említettem önnek, hogy ez itt sokkal jobb, hogy szegélyt is kap a járda, tehát nem fog szétfolyni az időjárás miatt. Ezt gondolom, hogy tudatosan csinálják így. Természetesen én mindig úgy vagyok egy kiadott feladatnál, egy elvégzendő munkánál, és egy tervezésnél is, hogy inkább keveset, de jobban csináljuk meg. Az elmúlt jó néhány évben lehetett tapasztalni azt, hogy a járda felújítás aszfaltborítással volt egyenértékű. Én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy jó minőségű járda készüljön, feltétlenül meg kell támasztani az aszfaltot, és ezt a Start munkaprogram keretében gyártott térkő szegélyburkolat segítségével tudjuk megoldani. Ezeket az elemeket előtte betonba, a járda kívánt irányába bebetonozzuk, ez megkötés, utána aszfalttal kiöntjük. Itt ez most körülbelül hány méter szakasz, ami megújul? De ez nem egy hosszú szakasz, viszont egy annyira frekventált részen van, nagyon sok gyalogos jár ezen a részen, akár a munkaügyi központban, akár a kórházat, akár a város más objektumait megközelítve. Ez körülbelül 100 méteres szakasz. Természetesen nem szeretnénk itt befejezni a következő években a járdafelújításokat. Ebben az évben sajnos nem tudtunk túl sokat járdafelújításokra költeni, inkább a kártyúzási munkákat helyeztük előtérbe, viszont ahogy említettem, vannak olyan szakaszok, amelyeket feltétlenül el kell készíteni. Kártyúzás is most ebben a szép időben el tudott-e kezdődni, vagy az még ezután fog kezdődni? Hát a kártyúzás az folyamatosan történt. Már tavasszal elkezdjük a kártyúzási munkákat, de természetesen új kártyúk keletkeztek. Elmondhatom, hogy a város 80%-án a kártyúk kijavításra kerültek. Egy 20% van még hátra, amelyet ebben az évben, ebben a hónapban be is tudunk fejezni. És nagyon örülnék neki, hogyha a szeptember továbbra is jó idő lenne. Jó időt is jósolnak, ez a csapadékos időjárás véget ért, és akkor biztosan be tudjuk fejezni a kártyúzási munkákat. Esetleg van arra lehetőség, hogyha valaki saját utcáján, vagy itt közlekedik és lát valami nagy kártyút, akkor azt önöknek jelzi, lehetőség van arra, hogy kijavítsák? Természetesen, hogyha elkerüli a közterületfelügyelők figyelmét, mert ugye ez a közterületfelügyelők feladata, jegyző úr irányításával összeírják és figyelik a kártyukat, és ezeket a kártyulistákat hozzánk eljuttatják, és az ő általuk jelzett kártyukat javítjuk ki, de elkerülhető az ő figyelmüket is, és hogyha jogos a kártyú probléma, akkor ezt megoldjuk. Hát akkor én ilyen szép időt kívánok még önöknek a következő napokra, hogy sikerüljön megvalósítani, amit elmondott. Köszönöm szépen!